estét kívánok, kedves nézőink! Önök a Zemplén Televízió híradóját látják. Legfontosabb híreinkkel kezdünk. Ballagás és évzáró Sátoraljaújhely egyházi iskoláiban. Beiktatási istentisztelet új református lelkész Sárospatakon. Eko TV-s csapat a Zemplén Kaland Parkban személyesen nézték meg a tudósítások helyszínét. Az egyházi fenntartású általános iskolákban templomi szertartás keretei között zárták a tanévet Sátoraljaújhelyen. Az Árpádházi Szent Margit általános iskolából 19 tanulótól vettek búcsút. A Petőfi Sándor Református Általános Iskolában ez volt az első tanév, így az évzárón az iskola első évének munkájáról, tapasztalatairól, terveiről is beszélt az igazgató. Isten veletek, cimborát, tovább, tovább! Az Árpádházi Szent Margit Általános Iskolából ballagó diákok először körbejárták az iskolát, így búcsúztak első alma materüktől. A tanévzáróval egybekötött ballagási ünnepség szentmisével folytatódott. A templomi szertartás után Sebes Péter mondott ünnepi beszédet, aki az iskola nevelő embert formáló munkájára hívta fel a figyelmet. Első Ferenc pápa nemrégiben fogadta a jezsuita diákok egy közösségét. És egy dologra hívta föl a figyelmét a diákoknak, hogy egy dolgot, és én is ezt, mint egy útravaló mondom a nyolcadikosoknak, tartsanak meg az életük folyamán. A nagy lelkűség. Mindig legyen nagy szívetek, mert ha szeretet nincs bennetek, akkor semmit nem fogtok élni. A tanév utolsó ünnepségén adták át a legeredményesebb tanulók jutalomkönyveit, majd a nyolcadikosok műsorával ért véget a tanév a keresztény általános iskolában. Petőfi Sándor Református Általános Iskolában idén még nem volt végzős osztály. A tanévzárót ünnepi istentisztelet keretében tartották meg. Az intézmény vezetője szerint fontos volt ez az esztendő az iskolának, hiszen az első tanévben be kellett bizonyítani, megállják a helyüket a város és a környék oktatási intézményei között. Biztosan állítom, amit az évnyitó alkalmán vállaltunk, mármint keresztény értékrendet követve megalapozzuk, az újhelyi református iskolát jó úton halad. És remélem, érzékelhető, hogy a világ általunk is épült, és tanultunk felelősséggel élni, felelősen gondolkodni, vállalni szavainkért és tetteinkért a felelősséget. Bizonyára ez nem véletlen. A keresztény református alapokon nyugvó, elfogadó, támogató környezet vonzó sokak számára, és az is tény, már megvoltak a beiratkozások, hogy a következő tanévekben egyre több tanuló fog iskolánkba járni. Az iskola tanulóinak ünnepi műsorával és a jutalmak kiosztásával zárták a tanévet a Református Általános Iskolában is. Várom már a vakációt, hogy úsztassak papírhajót, elegessek sárkányokat, szélújjaim csavargókat. Beiktatták hivatalába Sárospatak új lelkipásztorát. Az ünnepi istentisztelet keretében többen is a szellemi építkezésre, a tiszta lelkű életre és a helyi közösség erejére hívták fel a figyelmet. Dr. Fodor Ferenc beiktatott lelkipásztor nem ismeretlen a helyiek előtt, hiszen évek óta a Sárospataki Református Teológiai Akadémia tanára. Lelkészbeiktató ünnepi istentiszteletet tartottak a református templomban, ahol dr. Fodor Ferenc lelkipásztort iktatták be tisztébe Sárospatakon. A beiktatás szolgálatát a Zempléni Református Egyházmegye Esperese végezte.
A hálaadó istentiszteleten közreműködött a református általános iskola és a református egyházközség énekkara, valamint a meghívott lelkipásztorok rövid igei köszöntéssel köszöntötték a beiktatott lelkipásztort. Fodor Ferenc nagy tiszteletű úr ünnepi igehirdetésében azt mondta, érzi, tudja, milyen fontos feladata van, amelyet az Isten is figyel. Három lényeges dolgot szeretne Isten elmondani nekünk. Legelőször is azt, hogy ő közöttünk lakozik, aztán azt, hogy ő velünk együtt jár, és harmadszor azt, hogy egyenesen járat bennünket. Ezt így is mondhatnánk, megadja vagy visszaadja az ember elveszett méltóságát. A beiktatott lelkipásztor ige hirdetése után köszöntések következtek. Csomós József, a Tiszán inneni református egyházkerület püspöke azt mondta, a közösségnek jó emberre van szüksége. Hogy legyen meg benned ez a sorrend, és az az igyekezet, ami Pál apostolban megvolt. Arra törekszem, hogy először Isten előtt, azután emberek előtt is, lelkiismeretem mindenkor tiszta legyen. Köszönetet mondott a város polgármestere is, aki a városi érdekek közös szolgálatáról beszélt. Jó leső érzés, hogy kölcsönösen fontos számunkra a közösség egyházi és világi vezetésének az egysége. Jól lehet, egymástól elkülönülten végzik munkájukat az egyházi és világi intézmények vezetői, mégis úgy gondolom, hogy a feladatok és a felelősség a lakosok, a városunk és magyar hazánk érdekében közös, és kétségbe vonhatatlan. A térség országgyűlési képviselője azt emelte ki, hogy a közösségnek szellemi építkezésre is szüksége van. Megerősíthetjük ezt a várost, de ha nincs lelke, a lelkét nem erősítik meg, ha hiányzik Isten igéje, na akkor van katasztrófa. Kedves nagytiszteletű úr, én azt kérem, hogy szolgálatával adja meg Sárospataknak ezt a kálomista arcát, hiszen ennek a városnak van egy római katolikus, egy görög katolikus arca, és van egy kálomista arca. Szolgálatával adja meg ezt a karaktert. Sárospatak új lelkipásztora azt is elmondta, egyik legfontosabb feladatának az ige hirdetések és a pásztori munkáltal való gyülekezetépítést tekinti, valamint ehhez kapcsolódóan a református szellemű nevelést és oktatást. Több mint 100 000 látogatója volt az idén januártól a Sátoraljaújhelyi önkormányzat tulajdonában és működtetésében üzemelő Zemplén kalandparknak. Elsősorban hétvégeken nagy az érdeklődés, és az iskolai nyári szünet is nagy látogatottságot ígér. Volt olyan szombat-vasárnap, amikor 10 000 látogatót fogadott a kalandpark. Úgy tűnik, a média világa is felfedezi Sátoraljaújhelyt. Több országos tévécsatorna után most az Echo Televízió híradó szerkesztőségének munkatársai látogattak a Zemplén kalandparkba. Nagy izgalommal és lelkesedéssel készültek az Echo TV híradósai első Sátoraljaújhelyi kalandparki túrájukra. Az önkormányzat tulajdonában lévő attrakciók közül elsőként a libegőt próbálták ki a híradósok. Híradós kollégákat hoztam, híradós felelős szerkesztőket, szerkesztőket, külszerkesztőket, riportereket, többnyire ők vannak itt. Hát ugye azért vannak ennyien csak, mert a többiek meg dolgoznak. Nálunk állandóan műszak van. A híradósoknak a kalandpark vezetői mutatták be a magashegyi lehetőségeket. A tévések elsősorban arra voltak kíváncsiak, hogy miként üzemel ez az önkormányzati vállalkozás. Önkormányzati tulajdonban, városi tulajdonban ilyen gazdag, ilyen fantasztikus minőségű, sportos, szórakoztató berendezést és felszerelést nem nagyon lehet látni máshogy. Talán Ausztriához hasonlítható. Én korábban boboztam már, a Visegrádin és az Érdi pályán már mentem, hát összehasonlítva azok ilyen kis vicces kezdeményezések voltak ehhez képest, ez ami félelmetes volt. Az elején még csak ilyen próbakört futottunk, és akkor a második körnél már kielveztük ennek a pályának az összes csínyát, bínyát. Félelmetes élmény volt. Végig sikítottam az egészet. Nagyon jó volt, a leginkább azt tetszett, amikor nem láttam, hogy hova fog kifutni a sín. Tehát az nagyon-nagyon jó volt. Hát szerintem akkor kiáltoztam, hogy fék, fék, fék! Csodálatos élmény volt. Nagyon örülök, hogy itt lehettem.
jól éreztem magamat. Az úgynevezett tubi csúszda után a bob következett. Valamennyien kipróbálták a közel 3 kilométeres pályát, mely véleményük szerint felejthetetlen élményt nyújtott és világszenzáció. Volt olyan szakasz, ami úgy éreztem, hogy elemelkedtem, tehát az hihetetlen volt. Tehát ez jó volt, nagyon szuper volt. Fantasztikus volt, most voltunk először, de felejthetetlen élmény. Nem féltél kicsit sem? Nem, nagyon jó mitfájlem volt, úgyhogy nem volt okom a félelemre. Először egy kicsit félénken mentünk, aztán utána már egyre jobban elengedtük. De alapvetően megbíztunk benne, mert mondták, hogy nem lehet semmi probléma. 40 kilométerre mehet, de szerintem sokkal többnek tűnt. Jó volt, és egyre gyorsultunk, és jó képeket csináltak. Én borzasztóan féltem Visegrádon, mert volt egy hasonló élményem, és így aztán én nagyon félve ültem be az OCIM elé, de aztán remekül ment. Úgyhogy nagyon jó volt, a végére felgyorsultunk. Nagyon király volt. Ezért azt hangsúlyozták, hogy mindenképpen visszatérnek családostól sátorolja Újhelybe, és azt is elmondták, hogy elviszik jó hírét annak, hogy az önkormányzat is lehet jó gazdája egy idegenforgalmi vállalkozásnak, ami ráadásul nyereségesen üzemeltethető. Eljöttünk, mert ugye itt voltunk télen, és emlékszel rá, veled beszélgettük, hogy páratlan lehetőség ez a szórakozása, és ebből még egy nincs az országban. Nem hitték el, most mindenkinek tátva maradt a szája. A legkifejezőbb talán az, hogy azt mondanám, hogy méltó lezárás ennek a másfél-két napos programnak. Kifejezetten nagyon jó volt a program, nagyon jól éreztük magunkat, remek borokat kóstolgathattunk, tényleg egy csodálatos helyen lehettünk, úgyhogy reméljük, hogy hamarosan még vissza is jöhetünk ide is, illetve már mint a Tokaj-hegyalja vidékére a csodálatos borok szülőföldjére, és reméljük, hogy ide is ahol bobozhatunk majd hamarosan ismét. A Zemplén Kalandpark az önkormányzat beruházásában tovább bővül, hallottuk. Turisztikai szálláshelyek, mászófal központ, gumikerekes kisvasút és sok-sok új attrakció épül a magas hegyen. És nincs megállás, már készülnek az Európai Unió 2014-2020-as költségvetési időszak új pályázataira. Újabb fontos fordulóponthoz érkezett a megújuló főtérre tervezett Pataki diákszobra. A vonatkozó törvény szerint a közterületen felállított műalkotásokat szakértők által engedélyeztetni kell. Sárospatak önkormányzata a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. Képzőművészeti lektorátusát kérte fel a szobor, illetve a helyszín elbírálására. Új főtérhez új szobor Sárospatakon. Ennek a megteremtése pályázati keretből történik, és Borsi Antal készíti el. Az önkormányzati törvény kimondja, hogy az önkormányzati területre kerülő műalkotásoknak az elhelyezésére, bírálatára és engedélyezésére előzetes szakértői véleményre van szükség. Ez a véleményezés történt meg a napokban. Két szakértővel érkeztem ide, két kitűnő szobrászművésszel, és az volt egy a feladatunk, hogy a tervhez képest megnézzük azt a helyet, amit önök kijelöltek, pontosabban a város kijelölt, és hogy az valóban adekvált-e annak a szobornak az elhelyezésére. Másrészt pedig magáról a bemutatott tervről mondjunk véleményt. A város vezetői és a szakértők is egyetértettek abban, hogy a szobor a csodaszarvas emlékművel szemben legyen elhelyezve. Egy megkötésük volt, hogy a járószint megemelésével kicsit emeljék ki a műalkotást. Ugye a pataki diáknak a szobra ne a járdaszinttel egy szintbe kerüljön elhelyezése, de ne is posztamensre kerüljön, tehát ne is mint emlékmű jelenjen meg, hanem egy picit, mintha a járda, vagy a járószintot megemelkedne egy 30-40 cm-re, és ott élni az életét ez a fiatal ember a maga táskájával, és ott élne. A lektorátus a helyszínbejárásakor tett egy észrevételt. A főiskola előtt található Comenius szobor áthelyezését javasolták, mert úgy látták, hogy a tér átalakításával a jelenlegi helyén egy mellérendelt szerepet töltene be. A javasolt új helyén sokkal több megvilágítás érni, és így jobban látható lenne. A Kievi Zeneakadémia tanára és végzős növendéke adott koncertet a Sátoraljaújhelyi Lavottaházban. Maria Aloe és grúz tanítványa az orosz és magyar romantika darabjaiból és grúz zeneszerzők műveiből válogattak. Olyan zenei csemegéket hallhatott a közönség, amelyre ritkán nyílik alkalma. A növendékét
Az ukrán zenei nevelés világviszonylatban is kiemelkedő. Elhivatott és rendkívül tehetséges művészek kerülnek ki az intézményeikből. Mária Aloe, a Kijevi Zeneakadémia fiatal művésztanára, szüleitől és tanáraitól a zene szeretetét és nagyfokú alázatot tanult. Olyan természetesen minden művészi allűr nélkül játszik, mintha az a világ legtermészetesebb dolga volna. Azt hiszem, hogy a legfontosabb, amit egy gyermek a szüleitől kaphat, az a tehetség és a szeretet. Ez a kettő nagyon lényeges a művészetben. A fiatal tanárnő elhozta tehetséges grúz tanítványát, Ekaterina Samanaurit, aki különleges, nálunk kevéssé ismert grúz zeneszerzők műveit és Liszt spanyol rapszódiáját játszotta. Azt mondja, a magyar és a grúz lélekben közös a temperamentum és a szabadságvágy. Nagyon szeretem a hazámat. Ha külföldön szerepelek, mindig játszok grúz szerzőktől. Ezzel nem csak a haza szeretetemet fejezem ki, de a grúz komoly zenét is népszerűsítem. Liszt Ferenc egész más érzelem, ami kiskorom óta követ engem. Szinte mindenütt játszom Liszt darabokat. Könnyen áthangolódom a grúz zeneszerzőről a magyarra, egyik műből a másikba, mert megtalálom benne az összhangot. Ez számomra a temperamentum és a hegye. Játékuk dinamikus, élettel teli volt. Szerénységük és visszafogottságuk szimpátiát váltott ki a közönségben. Nagy figyelmesség volt részükről, hogy az orosz és grúz zeneszerzők mellett magyar szerzőtől is választottak darabot. Fegyelmezetten játszanak, és olyan hihetetlen energiával, hogy ez a zongora úgy szólt, mint egy zenekar. Ezen a délutánon. A kijevi zongoristák Sátoraljaújhelyen és Sárospatakon is nagy sikerrel koncerteztek. Elmondták, hogy lenyűgözte őket a zemplényi táj és a híres magyar vendégszeretet. Háger Ritta textilművész Alfától Omegáig címmel tartott előadást Sárospatakon, a Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény sorozatában a hit évében művészek, tudósok, közéleti emberek vallanak életük, munkájuk és a hit kapcsolatáról. Az iparművész arról beszélt, hogyan éli meg a hitét az alkotás örömében. Háger Rita textilművész azzal kezdte előadását, hogy nincs hozzászokva ahhoz, hogy közönség előtt beszéljen. Inkább a szövőszék mellett ül és imádkozva dolgozik. Úgy érzi, a hit visz közelebb Istenhez. Sok mindent megtapasztalt életében. Fiatal lány volt, amikor családjukat kitelepítették, üldözést, gúnyt és bántást kellett elviselnie. Később a tűrt kategóriába tartozott. Mellőzték, kitaszították, de Isten átsegítette a nehézségeken. Rájött, hogy csendben imádkozva megtalálja az élet lényegét, a szeretet fényét. Ezeket a fényes aranyszálakat szövi alkotásaiba. Amikor tervezem is, meg egyáltalán mikor szövöm, hát a szövés az egy borzasztó, hosszadalmas munka, pláne ez a úgynevezett goblen szövés, ami nem egyik végétől a másikig, mint a sík szövés, az törülködő, meg mindenféle, hanem ez formára sző. Na most ez rettentő lassú munka. Ezt, ami itten van, ez a most szövöm a evez a mélyre, ezt egy éve csinálom. Tehát rettenetes türelem, szóval tulajdonképpen egy szerzetesi élet. A Kossuth-díjas iparművész arról is beszélt, hogy az alkotás megvalósításához a külvilág és az ő belső világa, a természet és szívének nyitottsága egybekelése kell. Szerinte ez a nagy titok. Egyszerre megragadni a világot, és mélyen aláereszkedni saját lelkébe, egészen az alapokig, ahol mindannyian együtt vagyunk. Mert itt van a gyújtópont, amiből az alkotás megszületik. Háger Rita a Sárospataki előadásának az Alfától az Omegáig címet adta. Ugyanúgy, mint a kora kereszténység alkotói, itt az ikonfestőkre gondolok elsősorban, imádságból táplálkozik a művészete. Hát Rita Isten élményét szövi bele a textiljeibe, a goblenekbe, a fali kárpitokba. Háger Rita szerint az igazi mű provokatív, figyelemfelhívó, sok kísérletezés és vajúdás útján születik meg. A Szent Erzsébet házban tartott előadás után a művésznő Belső tűz című könyvét dedikálta.
A környezetvédelem céljainak kihangsúlyozása, a környezeti fenntarthatóság fontosságának bemutatása a célja a Cigándon megvalósuló helyi komposztálás népszerűsítése című programnak. A projektre a Cigándi Település Üzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság nyert pályázati támogatást. A program keretében 300 család kap komposztálóládát, hogy a saját tevékenységből származó biohulladékot komposztálással hasznosítsák. Elméletben és gyakorlatban is megismerkedtek a cigándiak a komposztálás folyamatával. A növényi hulladékok ilyen formában való hasznosításával, ugyanis a folyamat végén olyan anyagot kapunk, mely talajjavító hatású és a növények számára nélkülözhetetlen tápanyagokat tartalmaz. A komposztálás lényege, hogy a megkapott komposztálót a kert egy olyan részébe helyezzük el, ahol árnyékban van, és elhelyezzük benne azokat a konyhai és kerti növényi maradványokat, amelyeket nem tudunk már felhasználni, és ezeknek a szakszerű keverésével és nedvesen tartásával egy úgynevezett komposztot kapunk, amely felhasználhatjuk a saját konyhakertünkben, vagy növényeinknek a átültetéséhez. A településen megvalósuló program célja, hogy kihangsúlyozzák a komposztálás környezetvédelmi hatásait is, hiszen a folyamattal csökkenthető a szemétgyűjtő telepekre juttatott hulladékok mennyisége is. Meg is lepődtem, hogy mennyi idős ember megjelent ezen a rendezvényen, hiszen talán komolytalanak vették ezt a pályázatot annak idején, hogy Cigándra minek ilyen dologgal foglalkozni, hiszen a kert végén összegyűjtik ilyen kisebb bokrokba, csoportokba ezeket a hulladékokat, de amikor tényleg egy tudatos folyamat és egy kellő felkészítés alapján valóban olyan hasznos dolgot tudunk létrehozni, mint a humusz, akkor igenis az ő fejükbe is megfordult, hogy hát ha hallunk valami újat, el is jöttek, és hála Istennek, ők is dicsérő szavakat mondtak a programról. A program keretében 300 család kap ingyenesen komposztáló ládát Cigándon, a saját tevékenységből származó biohulladék saját kertben történő komposztálására. A megkapott végterméket is saját célokra használhatják majd a településen élők. Mi is nagyon fontosnak tartjuk a környezetvédelmet, és ugye most adott volt ez a lehetőség, hogy a lakosság számára is komposztálókat tudnak kihelyezni. Mindenképpen szeretnénk kihasználni az otthoni komposztálás lehetőségét, és ezzel hozzájárni a környezetünk védelméhez, akár így a saját portánkon is. Az önkormányzat az óvodában, iskolában és a bölcsödében is elhelyez komposztáló ládákat, hogy a gyerekeknek már természetes legyen a biohulladékok komposztálással való hasznosítása. Híradónk végén nézzük főbb híreinket még egyszer egy-egy mondatban. Ballagás és évzáró sátor Aljaújhely egyházi iskoláiban. Beiktatási istentisztelet új református lelkész Sárospatakon. Eko TV-s csapat a Zemplén Kalandparkban személyesen nézték meg a tudósítások helyszínét. Kedves nézőink, Önök a Zemplén Televízió híradóját látták. Híreinket újra megtekinthetik a www.zempléntv.hu weboldalon is. Ha pedig véleményük, kérdésük, témajavaslatuk van, írjanak nekünk a zempléntv@zempléntv.hu e-mail címen, vagy hívjanak minket a 322-744-es telefonszámon. Mára köszönöm figyelmüket, további szép estét kívánok, viszontlátásra!